Láthatólag nincs minden rendben ezzel a családdal. Peti egy idióta seg például. Még egy ilyen fiam, és pofán baszlak! Bocsánat, Mari néni! Mari néni a hirtelen haragú. Na, menj le! Úgy fulladnám meg a gecibe! Te meg mit csináltál a víz alatt? Aztán egy szép napon Peti kiment, hogy dobálja az egyetlen dinoszauruszát a fa alatt, a gyökér. Juhuhu! Örökre barátok leszünk! Juhuhu! Na most én fogok nyerni, te kis geci! És itt láthatjuk a békés apukát, amint játszanak. És ide lépek! Dezső elverte apát! Ó, basszad már meg, mert megint! Apa! Felragadt a fán a dinoszauruszom, és megerőszakolták a madara! Bár apád is madár lenne! Menj ki, dobáld a nyaladat is, hát ha felragad! Gyíkok! Ő itt Gyuri, az új papagájunk, de valószínűleg nem sokat fog élni köztünk. Ma este vacsora lesz belőled. Fény szuka, dögölj meg! Assza! Gyuri egy kicsit visszamaradott. Anyád, az a visszamaradott! Nagy, miből is készült ez a süti? Gyermekem, az mindegy, a lényeg, hogy többet nem pofázik. Rajzolj valami szépet, te gyökér! Baszd meg, még egy normális kört se tudsz lerajzolni! Na baszd meg, megáldott veled az élet! Nagy lássam, ki mi a fasz csinált eddig? Talán én rajzoltam egy szép virágot, nézze! Hát arra jó lesz, hogy eltakard az ocsmány arcodat vele. Dezső, te mit csináltál? Hát ez egyes lesz! Mi a kecsi? Meteor? Eltaláltak! Bírót ide! Bírót ide! Látod, így focitnak manapság a profik! Dezső éhes! Baszd meg, Dezső! Az nem kaja! Nagypapa, hogyha elültetek egy magot, akkor tényleg kinél belőle valami? Bizony! Én találtam az utcán egy magot, és ide elültettem! Nagypapa pedig azon gondolkozott, hogy vajon mi a fasz találhatott ez az utcán. A nagypapa öntözgette, locsolgatta, még nem egy nap, teljesen kifejlődött a virág. Bazd meg! Április bolondja, január ökre, február majdba, március csöndje, április bolondja, május szamara, július okosa, július aranya, április bolondja, augusztus gyönyörre, szeptember oskola, október örege, november dolga, hogy várja a decembert, április bolondja, sebesen, be.